Sziasztok! A mai Lássunk Bele videóban a Tennis World Tour 2-t fogom megnézni, ami 2021. augusztusának egyik PS Plus-os játéka. Ez egy teniszes játék, mint a nevéből is kiderül. Hát én utoljára a Topspin első részével teniszeztem. Azt nagyon szerettem. Nézzük, ez milyen lehet. Oké, lehet egyedül vagy párosban játszani. Legyen páros. Aha. Itt vannak a napjaink híres teniszezői. Oké, bármelyiket választhatom. És akkor gondolom a gép meg majd intézi a többit. Legyen Nadal, az ő nevét legalább ismerem. Mondjuk Federert is, de igazából mindegy. Ez megvan. Honolulu vagy jó pár teniszpálya a világon. Menjünk Honoluluba. Oké. Milyen legyen a talaj? Füves, kemény. Mi ez? Salak. Legyen kemény pályás, normális időjáráshoz, forró, száraz, és csapadékos, hát legyen meleg, este vagy nappal, hát akkor nappal. Hány set legyen? Aha, maximum 5, legyen 3, az olyan vállalhatónak tűnik. Hány játékból álljon egy set? Már rég teniszeztem, de most ne húzzuk sokáig. Oké, de mi van még? Aha, 2 ponttal kell vezetni. Nem jó, az így. Könnyű vagy nehéz? Vagy normál? Hát akkor legyen így. Elhelyezés. Aha, jó. És képességkártyák. Bekapcs, kikapcs. Nem tudom, mi az a képességkártya. Nézzük meg, úgyhogy be van kapcsolva. Oké. Tehát Wawrinka, Nadal, Csakanov és Monfils Honoluluban mérkőzik meg egymással. Hát nézzük. Oké, mi vagyunk a felém háttaláló csapat. Az X-el lehet indítani a szerválást. Aha, hát ez gyenge lesz. Oké. A futásra még rá kell jönni. Nincs itt a controls. Oké, R2-vel lehet futni. R1 négyzet a lecsapás. Top spin, flat stroke. Oké. Na nézzük akkor. Na. Második labdát nem tudom visszaadni. Nem azért, mert nem érek oda. Na, mert túl sokat próbálok. Na, ez már jó volt. Oh.
Hát eddig nem állunk túl jól. Nézzük ezt. Aha. Aha, semmi, de mikor ütjük vissza. Jó, ő megoldja. Kicsit nehézkesen mozog a úriember. Na, nem ütött. Van egy olyan sanda gyanúm, hogy PP fognak minket verni. Lehet, hogy könnyűre kellett volna állítani, hogy sikerélményem is legyen. Mindegyikkel lehet ütni. Csak célszerű lenne akkor, amikor a labda a közelünkben van. Na, eddig ez a leghosszabb menet. Pedig ez már majdnem jó volt. Na hát, valamilyen is mit kell alkotni. Gondolom, aki nem olyan kocateniszező, mint én, azért az biztos megtalálja magának a irányítást, meg tudja, hogy milyen ütéseket hogy lehet visszaadni. Vagy túl sokat kell, gombot kell egyszerre nyomni. Ugye az R2-vel fut mind a négy PS gomb. Hoppá! Mind a négy PS gomb egyfajta ütés. Na, fussá! Nem is láttam. De a kollega már nagyon fárad. Gyerünk, gyerünk, gyerünk. Jó, hát valószínűleg veszítünk, de már kezdem érezni.
Azt kéne eltalálni, hogy mikor nem üt túl lassan, vagy túl hirtelen. Na, hát egy trófát sikerült felállítani. Double the fun. Gondolom azért, mert játszottunk egy dupla meccset. Hát én így ennyit szerettem volna nektek mutatni a Tennis World Tour 2-ből. Tegyetek vele egy próbát. Biztos rá lehet érezni. Nekem is már egész jól ment, láttátok. Én már korábban játszottam egy szóló meccset, hát az még rosszabbul sikerült, mint ez, mert akkor egy labdát nem tudtam visszaütni. Úgyhogy ahhoz képest ez mindenképpen haladás. Úgyhogy aki szeret teniszezni azért, aki virtuális bajnok az azért, akit meg csak érdekel, az meg azért próbálja ki. Úgyhogy ha tetszett, nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, várom a kommentjeiteket, és hamarosan jövök egy újabb videóval. Sziasztok!